Megvan az a figura, hogy Szent Martin. Szent Martin. Ő egy szent. Hiszen klarinétozik, hát azt mondja, hát hogyan? Hát honne? Hát mi az? De emlékszünk még a szentekre, hogy ezek kicsodák. Levágják az egyik kezét, és 4000 év múlva megvan, akkor azt mondják rá, hogy szent. Hát valaha ehhez, hogy valaki szent legyen, ehhez teljesíteni kellett azért valamit. Nem? Ugye? Na ez ma már nincsen. Elég hozzá klarinétozni. Egy nagyon jó kis producer, amelyik azt mondja, hogy apukám! Hát szent leszel, te kisfiam! Hát te leszel Szent Martin! Nagyon jó! Szent Martin! Vagy ott van Ákos! Ugye? Ákos! Ez hogy ment át, hogy ez a csávó csak úgy Ákos? Hogy ő csak úgy ákoskodik? Most az mindegy, hogy az Ákos mit meg hogy mint ákoskodik, de hogy Ákos. Tehát, hogy ő ezzel beéri. Miért nincs ugyanezen az alapon a poppiacon Pál? Nem jöttök Pálra? Jövő év pénteken lesz. Két hét múlva meg lesz Sándor. Múlt héten voltam Károlyon. Fergeteges volt. És ugye, hogy helyes? De akkor ez az Ákos, ez hogy ment át? Ez hogy? Ákos. Vagy ott van Superman. Meg van az a figura, hogy Superman? Ő találta ki a Kovács Pistis kampányt. SZDSZ-nek 2006-ban volt egy Kovács Pistis kampánya. Ő egy marketinges, de egyébként szeret DJ-zni. És ő Superman. Tehát ő így áll hozzá, hogy ő a maga részéről Superman. Ehhez azért kell pofa, nem? Hogy valaki így elnevezze magát, hogy Superman. De tényleg kriptonitról származik? Vagy kriptonbolygóról? Vagy honnan? Vagy kriptonitból? Szóval én nem is értem. Itt érhető tetten a marketingkasznak az arroganciája. Tehát a hozzáállás a világhoz, hogy amit rámondok, és amit kellő marketing penetrációval súlykolok, az lesz a világ. Azzá hazudom és hamisítom a világot, amivé akarom. Egy DJ-ből Superman-t csinálok. Egyetlen hazugsággal. Annyit mondok rá, hogy Superman. És nem lesz senki az országban, aki röhög. Tehát nem lesz az országban senki, aki azt mondja, hogy Superman! Na ne viccelj, apuka! Hát egy kicsit túltoltad ezt a biciklit, nem? Ezzel, hogy Superman. És nincs senki, hanem így mindenki illedelmesen így elfogadja, hogy hát Superman. Voltam múlt héten Supermanen, jó volt. És átment. Átment, hogy Superman. És vannak ezek a filléres marketing bölcsességek, amiket a kommentelők így oda tudnak írni, hogy a rossz reklám is reklám. Ugye? Forog a neved. Ugye? Ez annyira jó, amikor az egyszeri kommentelő így megfejti a világot. És így mondjuk azt, ami alapján mondjuk a világ javait így elosztják, kb. Így a világ tőzsdéjén, meg a világ marketing műhelyeiben, azt ő így kifigyelte, és így megfogalmazta, hogy így a rossz reklám is reklám. Ugyan, bármi rosszat mondasz bármelyik cégről a világon, az azonnal beperel téged a picsába, de nem baj, mert ő senkiházi kommentelő 9, ő megfogalmazta, hogy a rossz reklám is reklám. Mert ő érti a világot, és most beszámol, most itt referál róla neked. Hát tényleg a rossz reklám is reklám, de hát akkor a Crestor az a legnívósabb cég Magyarországon, ugye? Mindenki ott akar befektetni, ugye? Mert mindenki ugyanolyan hülye, mint te, ugye?